uraim, én köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy a mai alkalommal ehhez a vitához hozzászólhatok. Egy olyan kérést kaptam, hogy a német nukleáris döntés kapcsán ennek apropóján beszéljek arról, hogy ennek a döntésnek milyen következményei vannak rövid, hosszú távon, mennyire reális alternatíva a nukleárishoz képest a megújuló energia, illetve a megújuló energia milyen problémákat vethet föl, akár európai szinten, akár pedig a magyar kontextusban milyen ígéretei vannak, és milyen problémák azok, amiket azért mégiscsak egy masszív, egy tömeges megújuló térnyerés az felvet, és a megoldást keresünk. Ugye itt a délelőtti első szekcióban már sok szó esett az egyes tüzelőanyagoknak az egymással való küzdelmére, vagy küzdelméről. Hallottuk azt, hogy a zöld szervezetek a szén és a fosszilis energia felhasználás ellen is sok mindent tesznek, tettek, és ugye hát Európában látjuk azt, hogy a zöld mozgalmak mellett az, hogy a karbon árazás az megjelent az európai piacon, egyébként ugye világviszonylatban ugye végül is szinte kivételes módon, az a megújuló energiatermelést és az atomenergiatermelést kedvező helyzetbe hozta a szén erővekkel szemben, tehát a szénnek a közelmúltja Európában az meglehetősen sötéten néz ki. Ugye ma itt láttuk, a Varó úr említette a német szén programnak a újjáéledését, de minden esetre Európa az utóbbi időben mégiscsak a szénről többé-kevésbé lemondott. És aztán hallottunk arról is, hogy vajon jó küzdelem folyik-e a zöld mozgalmak részéről az atomenergia ellen, hiszen az egyik karbonmentes technológia szembeállítása történik meg a másik karbonmentes technológiával. Én ezen gondolkoztam, hogy vajon emögött milyen, mi lehet az igazi indok, és ugye arra jutottam, hogy ha a klímavédelem kérdését nézzük, akkor valóban a nukleáris és a megújuló energia azok nem versenytársai, hanem potenciális szövetségesei egymásnak. Ha viszont arra gondolunk, hogy mind a két technológia olyan, amely nagyon-nagyon jelentős állami támogatást, figyelmet és kutatásfejlesztési forrást igényel, akkor a két technológia az ténylegesen versenytársa egymásnak, az állami támogatásért és figyelemért és erőforrásokért való küzdelemben, és valószínűleg igaz az a elgondolás, hogy egy szűkös erőforrásokkal rendelkező állam mind a kettőt nem tudja egyenlő erővel és szívvel csinálni. Tehát lehet azt mondani, hogy nukleáris és megújuló, de és azt gondolom, hogy amit a Thomas professzor is mondott, hogy ha a megújuló elviszi a kutatásfejlesztési forrásoknak, az energiának, az MVM erőforrásainak a 90%-át, akkor bizony a megújuló energia támogatása, állami figyelem és segítség nem nagyon fog jutni, tehát ilyen értelemben valóban versenytársakról van szó. Ugye ha Európára viszont ránézünk egy olyan szemmel, amiben azt gondoljuk el, hogy a szén nem kell, mert az klímavédelmi szempontból nem jó, és felvetjük azt az alternatívát, amit a német nukleáris energiafelhasználásra vonatkozó döntés előrevetít, amiben a nukleáris energia felhasználásnak a szerepe is radikálisan csökken Európában, akkor fölmerül a kérdés, hogy egy olyan Európa, ahol gyakorlatilag megújuló energia és gázfelhasználás szolgáltatja a villamosenergia kínálatot, az mennyire realisztikus, milyen nehézségeket vet föl egy ilyen jövőkép, az mellett a sok szép történet mellett, amit a megújuló energia pártolóiként
szeretünk hangoztatni. Erről szeretnék beszélni a következő 15 percben. Igazából három dolgot tennék. Egyrészt nagyon röviden mondanék néhány szót arról, hogy a német nukleáris döntésnek a rövidtávú hatásairól mit látunk, hogyan érintette ez a döntés az európai árampiacot, mit gondolhatunk arról, hogy a hosszú távú kilátások a nukleáris energia kiváltására hogyan néznek ki, melyik tüzelőanyagnak milyen perspektívája van itt, és néhány gondolatot ahhoz is hozzáfűznék, hogyha Magyarországon a kormány nem azt a alternatívát választaná, ami a nukleáris plusz szén plusz megújuló, hanem egy nukleáris kivonulást támogató alternatíva mellett tette volna le a voksát, és egy nagyobb megújuló részarány mellett, akkor vajon ez mit jelentene itthon, és esetleg milyen kellemetlen gondolatokkal kellene megbarátkozni egy ilyen típusú forgatókönyvvel kapcsolatban is. Ami az első témát illeti, hát nyilvánvaló, hogy a német nukleáris erőművek kivonására, bezárására vonatkozó döntés, ez az egy meghatározó jelentőségű fejlemény az európai energiaszektorban, amiről azért azt mondhatjuk, hogy persze rövid távon nem okoz és nem okozott túl nagy problémát ennek az első fázisa. Itt látjuk pirosra jelölve azokat az erőműveket, amelyeknek 8 erőművet, amelynek a bezárásáról döntés született, és néhány információt arra vonatkozóan, hogy ezek hol is vannak. Ugye azt tudni kell, hogy az első lépésben, a moratórium után, aztán az érintett erőművek az elmúlt években nem túl sokat termeltek. Tehát ez egy alacsony kihasználtsággal működő kapacitások voltak. Tehát a beépített névleges kapacitáshoz képest ezek elég alacsony kihasználtsággal mentek. Tehát az első ránézéshez képest a kivonás az nem érintette olyan súlyosan a német árampiacnak a kínálati oldalát. Itt látjuk azon a kis torta szeleten, hogy a most kivont 7 plusz 1 erőmű az körülbelül a beépített kapacitásoknak a 6%-át érintette, és a még bennmaradó nukleáris kapacitások a német beépített kapacitások 8%-át teszik ki. Természetesen termelésben ezek a arányok nagyobbak lennének, hiszen zsinór erőművekről van szó, vagy lennének szó, arról lenne szó, de mint említettem, azért a mostani döntés által érintett erőművek már régóta nem termeltek intenzíven. Ez itt a kieső termelős nagyságát mutatja. A piros kis rész mutatja azt, hogy a forgalomból kivont és kivonandó erőművek a német áramtermelés hány, mekkora részét adták az elmúlt években, és látjuk azért, hogy a nukleáris erőműnek a megtermelésnek a súlya a német áramszektorban jóval a magyar jelentősége alatt marad. Mit okozott ez a lépés, a március közepi döntés az energiapiacokon? Lényegében két fontos következménye volt. Az egyik, itt látjuk, ez az európai energiatőzsdék áralakulását mutatja ez a kép. Ha a spot árakat vagy a jövőbeni árakat nézzük, hasonló volt a hatás. Egy 4-5 euróval megemelte az áramárakat ez a döntés. Egy kínálati sok következtében körülbelül 3 hónapra, március és június között, majd azt láttuk, hogy júniusban visszakorrigáltak az árampiaci árak. Nem lehetett pontosan tudni, hogy mi volt ennek az oka. Akkor, de hát aztán kiderült, hogy ennek az oka döntően a CO2 kibocsátási jogok drasztikus árcsökkenése volt valamikor júniusban, hiszen az áramár alakulást egyrészt a kereslet-kínálat viszonya, másrészt az input árak alakulása befolyásolja, és ma az áram termelés egyik nagyon lényeges inputja a CO2 kibocsátási jog és ennek az ára. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy rövid távon a
Tehát ez itt az input árváltozás, a CO2 áralakulás. Ugye látjuk, hogy az emelkedés nyilván az okozza, hogy arra számít a piac, hogyha a nukleáris termelés az csökken, ezt valamilyen fosszilis termelés fogja kiáltani, tehát nagyobb lesz a kereslet a CO2 jogokra, megemelkedik az ára és a többi. De itt a bizottság publikált egy energiahatékonysági direktíva tervezetet, aminek a következtében a piac úgy gondolta, hogy mégiscsak nem lesz akkora az a CO2 kereslet a jövőben. Tehát összességében két dolog történt, kínált ez a német áramtermelő szektornak a kínálati görbéje, ez balra csúszott a kapacitások kivonása miatt, ez eredményezett egy körülbelül 1,5-2 eurós áremelkedést a piacokon, és a CO2 ár változás okozott még egy 2,33 eurós emelkedést, még egyszer mondom, március és június között, és kész. Tehát, hogy ennyi volt az, amit a nukleáris bezárások okoztak az európai piacokon, legalábbis annak az első lépése. A piac teljesen racionális, egyébként transzparens módon, lekövethető módon így reagálta le ezt a történetet. Ugye a másik lényeges kérdés, illetve fejlemény az a német árampiacnak gyakorlatilag a kínálati szerkezetének az átalakulása. Erről a Varró Laci már elmondta, hogy itt pontosan mi történt. Itt az előadásban meglévő ábrák ezt egy kicsit részletezik, hogyan ment át a német áramszektor nettó exportőrből importőrré, honnan származott ez az import, valóban így van, francia atomerőművekből, keleti, néha, illetve zömében szénbázison termelő erőművekből, tehát a low carbon termelést valóban részben nukleáris low carbon termelés váltotta ki, részben pedig magasabb széndioxid kibocsátás intenzitású szenes és fosszilis termelés. És ez az ábra egy kicsit próbálja illusztrálni is azt, hogy mi történt a nukleáris termeléssel, francia nukleáris termeléssel a moratórium előtt és a moratórium után, és itt látjuk, hogy hát ez a bizonyos pirossal, a legfelső görbével illusztrált 2011-es francia nukleáris termelés az magasabb értékeket mutat, és a moratórium után még kiemelkedően magasabb értékeket mutat, mint az előző években. Tehát ez úgy alátámasztja azokat az állításokat, hogy itt rövid távon pontosan mi is történt. Ugye igazából tehát látjuk, rövid távon ennyi. Sokkal izgalmasabb kérdés, hogy hosszú távon vajon mire számíthatunk. Tehát, hogyha a következő fázisban a többi nukleáris erőmű bezárására is sor kerül, ott vajon ott az milyen problémákat okozhat. És ugye többféle dilemmával találkozunk. Az egyik egy ellátásbiztonsági kérdés. Ugye az köztudott, hogy Németországnak a belső átviteli hálózata szűkületekkel rendelkezik, és az erőműveknek a kivonása, illetve a nukleáris erőművek megújulókkal való kiváltása az nagyon súlyos hálózati torlódási problémákat okozhat Németországon belül. Ez már rövid távon is problémát jelenthet, hosszú távon pedig ezzel a problémával már önmagában Németországban is szembe kell nézniük. Általában is azt lehet egyébként mondani, hogy a megújulók területén a sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabb megújuló áram termelést ösztönözni, és azt elérni, hogy megújuló áramtermelő kapacitások gyorsan felépüljenek. Az ehhez kapcsolódó hálózatfejlesztés sokkal-sokkal nehézkesebben megy, és sokkal hosszabb időt vesz igénybe, tehát egy ilyen nagyon, nagyon durva aszimmetria tud kialakulni az áramtermelő kapacitások és az ezek menedzseléséhez szükséges hálózati képességek meg kapacitások kialakulása között. Ez szerintem egyébként az egyik legnagyobb kihívás ma meg lesz a következő évtizedekben pont a megújulók számára, vagy azok terjedése számára. A másik kérdés a hálózat mellett az, hogy a kieső nukleáris mi fogja pótolni, esetlegesen a kereslet csökkenés, meg az energia racionalizás mellett. Noha én is itt csatlakoznék a Varró Lászlóhoz, én nem nagyon hiszem azt, hogy az áramtermelés, vagy az áramfogyasztás az pont az energia hatékonyság javulásnak a top területe lenne. Sőt, az ember pont azt látja, hogy a gazdaság zöldülése az növeli
az áram iránti keresletet, hiszen az elektromos autózás, a hőszivattyúknak az alkalmazása, az mind pótlagos villamos energia keresletet generál. Úgyhogy, de a kínálati oldalon mi válthatja ki? Mi kerülhet szóba? Természetesen gáz, import, vagy pedig megújuló energiatermelés. Ugye a gáz azt gondolom, hogy egy olyan alternatíva, ami most már egyre inkább joggal pályázhat az ilyen átmenet tüzelőanyaga címre. Sok van belőle, azt látjuk egyébként, hogy az a többletkereslet, amit például az generálna, hogy a moratóriumára került erőművek termését 100%-ban kiváltsuk, ez egy 9 milliárd köbméteres többletigényt generálna mindösszesen, miközben az új északi vezeték az többlet 27 milliárd köbmétert hoz a német piacra. A gázbázisú villamosenergiatermelés magánbefektetői alapon működik, nem kell hozzá állami támogatás, konform a jelenlegi árampiaci modellel, nem kell megerőszakolni az árampiacokat, hogy gázos erőművek épüljenek, és klímapolitikai szempontból is kevésbé hátrányos, mint hogyha szenes erőművek épülnek. Tehát a gáz az egy nagyon triviális és viszonylag kellemes alternatíva, akkor, ha már valamit keresni kell, hogy a kieső nukleáris termést azt mi váltsa ki. De hát mégiscsak fosszilis. Úgyhogy ugye nyilván azt szeretnénk, és a Németország is azt szeretné, meg a Greenpeace is azt publikálja, meg majd hallunk a energiaforradalomról délután, hogy legyen 100%, legyen a megújuló az igazi alternatíva a kivont nukleárisokra, sőt az egész német áramszektor számára. Ugye hatalmas projektekről tudunk, dezertek, német 100%-os megújuló cél kitűzése, 2030-ra is akár, vagy 2050-re úgy, hogy összekötjük Norvégiával, és akkor Norvégia az nem lesz más, mint csak egy baromi nagy szivattyús erőműs tározó Németország számára. És gyakorlatilag én hallottam olyan előadást egy hónapja, amiben gyakorlatilag Németország és Norvégia az egy rendszer, és akkor a német offshore wind, meg a norvég vízi erőmű rendszer az a következő 30 év az úgy fog működni, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen szivattyús erős művet tározó, meg egy nagy ország. Tehát egészen fantasztikus elképzelések vannak itt, és valóban hatalmas, kiaknázható, jó, megújuló erőforrásokkal rendelkezik Németország, offshore szélenergiában. Hát a probléma az, hogy óriási tárolókapacitásokra lenne szükség, és nagyon erős hálózatra, ami mindezt támogatja, valamint halatlan magas CAPEX beruházási igény van annak, hogy egy ilyen grandiózus megújuló jövőkép megvalósuljon, és hát nem nagyon konform a piaci modellel. Hát ma azért a megújuló energia is, meg a nukleáris is úgy tud piacképes lenni, ha pontosan felrúgjuk azt a piacot, amin egyébként konzisztens módon 15 éve egész Európa dolgozik, vagy az egész európai energia szektor. Úgyhogy azért mindezzel együtt azt gondolom, hogy a német kivonási döntés az abszolút nem különút, az egy halatlan fontos döntés, különösen, ha mellé tesszük Japánt. Tehát a világ két legfontosabb gazdasági közül a kettő nagyon-nagyon fontos döntött úgy, hogy lemond erről a termelési formáról. Két nagyon innovatív gazdaság, tehát azt gondolom, hogy a következő időben óriási energiaforrások fognak abba menni, hogy azt kitalálni, hogy lehet a nukleárist kiváltani, és nyilván nem a szenek, a tiszta szén technológia lesz az, ami talán meg inkább megfoglalkoztatni fogja azokat az elméket, akik ezzel foglalkoznak, hanem a megújuló kérdése. Úgyhogy óriási alternatívák vannak, Kínát látjuk, hogy milyen lendülettel megy ebben az irányba, és hogyha még azt is mellé tesszük, hogy nem valószínű, hogy Németország döntően lemond a klímapolitikai elkötelezettségéről, akkor pedig különösen feltételezhető, hogy kihúzzuk egy darabig gázzal, közben kitaláljuk, hogy legyenek a megújulók, és valamiféle ilyen fejlődés következzen be. És hát óriási ipari érdekek és politikai elkötelezettség sorakozott föl Németországban különösen ezen alternatíva mellett. És én magam is föltenném azt a kérdést, amit az előző panelban már ön föltett, hogy vajon megengedheti Magyarország azt magának, hogy lemondjon arról,
hogy egy mondjuk telekom boomhoz hasonló megújuló technológiai fejlődési szakaszban úgy döntsön, hogy esetleg egy zsákutcás technológiára teszi a tétet. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon nagy kérdés az, hogy nukleáris vagy megújuló Magyarországon, mert az erőforrásainkat fogjuk egy olyan területre csoportosítani, azt a keveset, ami van, ami esetleg egy zsákutcába vezet, és közben lemaradunk egy nagyon jelentős lehetőségről. Ezzel nem mondom azt, hogy nem jelent óriási kihívást azt, hogyha a megújulókat nagy mennyiségben akarjuk valóban akár nukleáris kiváltásra is alkalmazni. Itt egy pár érdekes ábrát hoztam volna, az a bal felső ábra az órás adatokat mutat Dániában, ahol ugye már az áramfogyasztás 28%-át adja a szélenergia termelés, és órás szinten mutatja a dán kereslet és a villamosenergia termelésnek az arányát. Ugye a 100% fölötti értékek mutatják azt, amikor a dán szélenergia termelés már megharadja a hazai keresletet, a nulla meg azt, amikor egyáltalán nem termel ez a rengeteg dán szélerőmű, ami be van építve. Most nyilvánvaló, hogy azért egy rendszer irányítás szempontjából ez milyen kihívásokat jelent, és hogyha ez nem csak Dánia, aki tudja akkor ilyen módon most exportálni ezt a problémáját, hanem már Németország is és mindenki, akkor ez mit is jelent. A jobb alsó ábra pedig egy óriási beruházási igény növekedést jelez előre. Tehát ugye Európa már az elmúlt 10 évben is azt látjuk, hogy igazából kétféle erőmű épült Európában, gázos és megújuló erőmű. És hogyha ez a tendencia fönnmarad, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy gáz és megújuló, ez az a jövőkép, amire Európában nagy valószínűséggel számíthatunk. Ez a dolog óriási sebességgel halad előre. Talán nincs is most idő nagyon kitérni rá, ez egy év változását mutatja egy pici dél-olasz régióban, ahol egy év alatt épült be annyi fotovoltaikus panel a rendszerbe, ami 550 megawatt, tehát egy paksi blokk épült egy kis dél-olasz régióban, és ez nappal 400 megawattal csökkenti a központilag vezérelt erőműveknek a hálózatra termelését, és azt a kék ábra által jelölt növekedést, amit ott jobbra látunk, azt igazából hagyományos erőművekkel nagyon-nagyon-nagyon nehéz lekövetni. Úgyhogy hát nagyon nagy kérdés, hogy itt Magyarországon, ha kivonnánk a nukleárist a forgalomból, akkor mire jutnánk? Én azt szeretném, arra szeretném a hangsúlyt fölhívni, hogy akármennyire is megyünk előre a megújulókkal, a gázról nem lehet elfeledkezni. Tehát a gáz az itt fog maradni velünk, azzal együtt kell élni. És igazából zárásképpen, mert ugye kifutottam az időből, lehet abban az irányban gondolkozni, hogy a jövő az Magyarországon is lényegében egy gáz és megújuló mixből álljon, de akkor valószínűleg környezetvédő irányból is érdemes néhány tabuval leszámolni. Ez azt jelentheti, hogy a üvegházgáz kibocsátása Magyarországnak ahhoz képest, mintha megtartaná a nukleárist, magasabb lesz, tehát a klímapolitikai szempontból ezek kedvezőtlenebb alternatíva lehet. A másik mondás az, hogy akkor meg kell szeretni a gázt, és meg kell oldani azt, hogy Magyarország gázpiaca az diverzifikált legyen, és a EU piacba való integrálódása, meg a versenyző módja az segítsen abban, hogy egy egyoldalú orosz gázimport függéstől megszabaduljunk, és úgy tudjuk ezt hasznosítani, és hát ugye van egy ilyen rossz mondás is ezen a lapon, nem szívesen írtam ide, hogy lehet, hogy újra kell gondolni a szivattyús erőművi történetet abban az esetben, ha nagyon szeretnénk ezt a dolgot, és hogyha a piac összekapcsolásnak ugye a lehetősége Magyarország és a szomszéd áramszektorok között az nem lesz megfelelő. Nyilván egy hagyományos Nagy Magyarország kereteiben gondolkodva szetet nem lenne érdemes Magyarországon építeni, lehet, hogy így igen. Illetve hát én azt gondolom, hogy akkor mindenképpen a zöld alternatíva az sokkal nagyobb hangsúlyt adhatna a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés kérdésének. És akkor itt meg is állnék. Köszönöm szépen a figyelmet.